Sziasztok! Mint ahogy a kirakós kalandpályák utolsó részében megígértem, van egy pálya, amiről külön videót csinálok. Pontosabban ezt is akkor vettem föl, mint az utolsó rész, csak ezt így külön videóba vágom. Azért döntöttem így, mert úgy érzem, hogy ez az a pálya, ami a legjobban megfogta ennek a kis játéknak a lényegét. Tehát úgy épített hozzá, vagy úgy építettem magába, mindegy, ezeket a félkész valamiket, amiket csináltam, hogy értelmesen. Tehát kiegészítette egy önmagában szerintem egész élvezhető pálya, de majd ott úgyis elmondom véleményemet, és azért látszik a forrás is, hogy miből mi lett, és tök kreatívan felhasználta. Tehát nem azt mondta, hogy csináltam oda ugye azt a narancssárga valamit, hogy ott akkor ez egy sír így, ahogy van, hanem tényleg kiegészítette úgy, hogy legyen abból valami. Tehát tényleg, mintha én elkezdtem volna valamit, de félbehagytam, és ő meglátta, hogy ó, hát biztos ezt akartam csinálni, és akkor befejezi. Na minden részletesen úgyis elmondom ezt a pályán. Jó szórakozást! Én nagyon élveztem a pályát, remélem ti is fogjátok. Az utolsó előtti pályát Nóra készítette, és ez a cím, hogy Kalapos Kaland. Lássuk! Érdekes terem, és piros gomba, jaj, alig merem megnyomni. Szia Csabusa! Ez a furcsa valami a Kirakós Kalandpálya című felhívásodra készült. Ez az első pályám, így kérlek, légy elnéző. Már csak egy kicsit? Így már is jobb? Ó, most nézem. Vagy elbetű. Ki fogja rakni, hogy lúzer, vagy ilyesmi? Kalamódban vagy, ezért ennek megfelelően járt. Eszközkeretek és páncélványokat ne fosz ki. Parancsok használatára nem lesz szükséged, ha meghalsz arról. Csak te tehetsz, a pálya 10% cukrot és 81%-os színezéket tartalmaz. Kíváncsi vagyok, mi a maradék 9%. Mivel nagyon egyedi történetet szerettem volna kitalálni, ezért te egy vándor vagy, aki minden ok nélkül teljesíti a falubeliek kéréseit. Tényleg minden eredeti. Így hát elindultál, hát ha találsz valakit, aki olyan lusta, hogy nem képes megoldani a saját problémáit, és hónapok óta egy olyan tök fejre vár, mint te. Azt mondja, próbáljuk is ki, mit csinálsz, ha meglátsz egy hozzá hasonló fiatal úriembert. Gondolom megnyomom rajta lévő gombot. De ez tök jó. Olyan tutoriál jellegű. Azt hiszem, hogy tök jó van díszítve. Ja, hogy már ki tudok menni? Nem tudok kimenni. De akkor megnyomom rajta lévő gombot. Júj! Azt mondja, ő egy varázsló. Szervusz barátom, mit szólnál hozzá, ha elvinnélek egy olyan helyre, ahol mindenki csak arra vár, hogy teljesítsd a kérését. Induljunk hát. Ja, és akkor itt vagyunk. Hoppa, nem ismerek semmire rálépni, vagy megnyomni. Most, hogy megkérdeztünk, meg is bíználak az első feladattal. A fomágó elég szomorúnak tűnik, kérdezd meg, hogy tudsz-e neki segíteni. Ha kilépsz a házamból, menj csak egyenesen, a kertjében megtalálod. Ahol is váltja a színeid, de állat. Bírom azt, amikor a pályán vannak ilyen kis apró elrejtett szerkezetek, amik igazából csak ilyen mellék cuccok, hát mondjuk díszítés. Semmi szerepük nincsen. Tök jó. Ó! Oh, nem mindig más házában kutakodni. Á, ez is poén. Ez is ezt fogja csinálni? Na mindegy. Hú. Ez is de jó szekér. Hát, megint az lesz a baj, hogy elkezdek nézelődni, mert tetszik a látvány. Jön a favágó? Nem, ő az admirális. Nem erre vannak a piros csigák. Vagyis igen, vagyis nem. De ha mégis szeretné velük találkozni, ismerek egy kedves fickót, aki egy kis aranyét cserébe szívesen segítene neked, a vastag kékkeretes szemvegéről biztosan felismered. Ajaj. Ne, tudom kiről lesz szó, azt hiszem sejtem. Ott a favágó. Ja, és az lesz a dinamája, hogy vált az egyik fa. De jó, hogy végre jött valaki, mondja a favágó. Már majd egy hónapja nem tudok mit kezdeni ezzel. A kertemben elkezdett terjedni valami korság. És tényleg nagyon poén. Először ez a fa, aztán meg a fű is, minden kővé változik. Nekem nincs semmi, amiben kiírthatnám. Menj el a kovácshoz, ő majd készít neked hozzá szerszámot. Igen, volt egy pálya, ahol a pirosigák kővé változtatták a dolgokat, ott is kreatívan volt felhasználva, de ez egy fokkal jobban tetszik, ilyen kőfa, mint korság, ötletes. Ez a bárány? Beteg. Ja, és kovács, igen, figyelek. A favágó? Jól mondta, én tudok segíteni, azaz tudni, csak a műhelyemben korom sötét van, elromlott a lámpa, így nem lehet dolgozni. Még szerencse, hogy nemrég vettem egy interaktív beszélő okosgépet, azt a mindenit, amivel egy gomnyomással megjavul minden. Mászva a tetőre és indítsd el. Igenis? És ez mi? Rálépetek?
Ez az ajtó. Szóval, hogy másszak fel a tetőre, de itt kívülről másszak, vagy... vagy belülről. Ez mi? Úgy tűnik itt nem jutok fel. Keresnem kell valakit, aki segít felugrani odáig. Mondjuk megkeresem ezt a házat. És még ez is sebez. Hát nem is ott olyan bonyolult. Jaj, milyen állatkémény. Haha. Elektromosság. Most aztán minden megjavult. És tényleg. Király, dolgozz Kovács. Beszéljek vele. Köszönöm a segítséget. Ez fizetségnek is elég lesz. A csákányt oda ment a ládában találod. Remélem jó szolgálatot tesz majd. Sok sikert. Köszönjük a kőtörő, 12 éven annak számára nem ajánlott. Na végre, hogy itt vagy. Most tüntesd el gyorsan ezeket a köveket, mielőtt még nagyobb lenne a baj. Hát te vagy a favágó. Hűha, van ott valami. És igen, úgy hagyom a lombot. Ahaha. Hűha, micsoda kaland, valamire rábukkantam. Te meg ki vagy? Jaj, megvakított Manu. Ne, ne gyere le, menj innen, nem láthatsz meg így, csak menj el, makacs vagy. Nagyon nem bánom, elmondom, mi történt. Én szépen békésen boldogan mentem az úton, amikor egyszer csak megjelent egy nagy csúnya madár. Elvitte a sapkámat, az én sapkámat, az én szép gyémán sapkámat. Csupasz a fejem, így nem láthat meg senki. Eredj, szerezd vissza nekem, akkor talán elmegyek. És ez nekem miért fontos, hogy te elmenjél? Ja, nekem az a fétisem, hogy másoknak oknék is segítek, igen, igen, megvan. Ez tényleg igaz? A korságot ugyan megállítottad, de nem hagyhatom, hogy egy ilyen kerti törpe éljen itt. A legjobb lesz, ha visszaszerzed azt a sapkát minél hamarabb. Le kellene lőnöd a madarat, hogy visszaadja. Micsoda? Hogy nincs számszeríjad? Milyen vándor vagy te? Akkor készítened kell egyet. Tessék, itt van három nyíl. Látod azt a kupac sódert? Amögött hagytam a táskámat, ott találsz botot. Fonallal kapcsolatban kérdezz a rákot. Most menj és igyekezz. Hát ez... ennek a piros tusznak komolyan egyértelműen ez a legkreatívabb felhasználása. Kiegészítette, hogy olyan legyen, mint egy rák. Belelátott egy rákot. Hát ez nagyon állat. Fonal, fonal, honnan szerezek én fonalat? Attól, amikor sok ládám van, nem vagyok pók, de nem bánom, segítek. Tudod mit? Hoz nekem minden a tobol 8 darab hínárt, abból talán tudok neked csinálni. Ja, hogy oda kidobálta. Haha. Rendben, itt is van, most már megcsinálhatod az íjat. Ha rám hallgatsz, a kilátóból lőd le, onnan sokkal könnyebbnek tűnik. Itt van az erdőben, velem szemben. Ha bármikor szükséged lenne a segítségemre, gyere csak nyugodtan, nem sokan járnak erre. Hű, jól néz ki. Gyémánt sapkát visz. És ezt a gyémánt cuccot sapkával egészítettek ki. Zseniális. Zseniális, ez a pálya egyértelműen a legjobb. Na de mi van, hogyha ezt a hármat mellé lövök? Ad újra a favágó. És ad újra. Ottan egy azt mondta, hogy segítség kell, mert nem tud felmenni. Na de mégis kitől kérek segítséget. Hoppá, a varázsló varázslatos háza hirdetmények. Akciós nyullá varázslat csak ma. Elfeketedett király fenekeken nem tudok segíteni. Egy kis utalás. Nem kopi. Utalás. 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 Ne bánsd a pingvineket, ők a barátaid. Magasugrás kellene, és tényleg hozzá kell jönni. Éppen jókor jössz, a nyúlá varázslat ma pont akciós, bár azt hiszem fáradozásait cserébe rajtad kivételesen ingyen megcsinálom, de vigyázz, a hatása nem tart sokáig. Jó, még be tudtam ugrani. És ott a madár, de hová kell lőnöm? Megnéztem közelebbről a madarat, hiányzik róla a gomb, az látszik, hogy kell rá egy gomb. Nem tudom, biztos, hogy rendszer nem rakta le. Sajnálhatom volna ezt a pályát félbe hagyni, annyira szépen ki van dolgozva, úgyhogy most kivételesen kijavítottam, de csak azért, mert tényleg nagyon állatpálya. Úgyhogy most már van rajta gomb. Nem azt jelenti, hogy elsőre eltalálom. És pont utolsóra sikerült. Igen. Az a gondolatom van, hogy ha minden igaz, a sapkának a földre kellett esnie, megyek összeszedem. Nem mondod!
És ott van a leesett madár. Hát behalok. Azt mondja, Manu. Na végre. Azt hittem már sosem látlak viszont. Elhoztad, sikerült? Igen, a sapkám, olyan boldog vagyok. Nem bánom, elmegyek, sőt, még mutatok is neked valamit. Na gyere. Jaj. És egy piros csiga. Elkezdve másodikó 9, befejezve másodikó 3, hajnali 1 óra Nóra. Fú, Nóra, hát én azt mondom, hogy hát ez volt az első pályád, akkor építs még pályákat, nagyon állat volt, nagyon kreatív. Csak dicsérni tudom, ötletesen felhasználtad az elemeket. Valami ilyesmire gondoltam én is, amikor elkezdtem a sorozatot, hogy tehát, hogy értelmesen beleépíteni. Látszik, hogy ott van, benne van, de úgy passzol. Tám önmagában is egész jó pálya, mondjuk a történet szerintem nagyon kaotikusnak hatna, hogy még kell rákhoz menni, meg mit keres a törpe a föld alatt, úgyhogy ez főleg úgy poén ugye, hogy ismerjük, hogy milyen elemeket kellett felhasználni, viszont kidolgozottság terén abszolút. Abszolút egy normális pálya. A kézikönyv óvjon!